4 éve, hogy ilyen körben, ilyen nagy körben ünnepeljük a pedagógusainkat, pedagógus nap alkalmából. Fontosnak tartjuk, mert ők az egyik mozgatórugói a magyarországi román közösségnek. Mondom mindazt, mert sajnos most már egyre kevesebb gyermek hozza a román nyelvet a családokból. Ezért egy elég nagy feladat, és ugyanakkor felelősség is hárul a pedagógusainkra, hogy a román nyelvet, a román anyanyelvet átadják pedagógusainknak. És úgy gondolom, hogy megérdemlik minden nemű elismerésünket, úgy a fenntartó részéről, és úgy a közösség, a román, a magyarországi román közösség részéről is, hogy ők elismerésben részesüljenek, nem csak ma pedagógusnak alkalmából, hanem mindig, minden nap. Az összes intézményünkből 6 köznevelési intézmény, általános iskola, óvoda és ugye gimnáziumból vannak ma itt a pedagógusaink, mindenkit meginvitáltunk, de nem csak az önkormányzat által fenntartott közoktatási intézményeket, hanem a nyelvoktató iskolákból is, illetve a két tannyelvű iskolából is, Mékerékről is, aki nem az önkormányzat fenntartása alatt van, de viszont fontos pillére a magyarországi román oktatásnak. Ebből az alkalomból átadjuk a díjainkat is, a magyarországi román oktatásért díjat, illetve a 40 éves munkáért járó díjat, és hát idén sem feledkezünk meg a fiataljainkról, idén is általános iskolás és gimnazista tanulókat, fiatalokat is kitüntetünk.